ágyam elkezdted a felületet. Szerintem minden, minden gondolom. Mivel is foglalkozom igazából? Főállásom az a Hadik kávéház, az az én bázisom. Ott azt szoktam mondani, hogy mindennel foglalkozom, ami nem vendéglátás. Amiről szerintem a Hadik híres, az a művészeti múltja, meg a jelenlegi művészeti programjai. Az a jelentősége az én életemben, hogy ezért valóban ide járt Karinti és Kosztolányi és Móricz és Déri Tibor, és azért ez egy felelősség. Szóval hogy ez a múlt, ez nyilván ez ott van a vállunkon és nyomja egy kicsit is, viszont ennek köszönhetünk mindent máig, hogy ezek az arcok annó megtalálták ezt a kávéházat, és elkezdtek ide járni és itt alkotni. Viszont ami az én célom, meg a mi célunk, az, hogy ne felejtsük el, hogy vannak kortárs íróink is, akik máig itt esznek, meg itt adnak interjút, meg ide beszélnek meg találkozókat, és hogy persze nagyon-nagyon-nagyon fontos Kosztolányi és Karinti és a múlt, viszont legalább olyan fontos az, hogy az Elvede Peti ott szemben lakik és sokat jár ide, az, hogy a Dragomán György rendszeresen ide beszél meg találkozókat, hogy most is ott ül kint a Vajdai Vili. Egy művészeti vezető vagyok, és abban nagyon-nagyon sok minden belefér. Leginkább a programokat kell szerveznem, ami irodalmi, és vannak kiállítások is, szóval képzőművészeti programok, és akkor erre jönnek rá a plusz projektek. Már felkértek, hogy moderálja a könyvbemutatókat, meg a Margó díját adót, és akkor mostantól már télen elkezdtük előkészíteni az egész fesztivált, a programokat és a kommunikációt, és ott most azon belül lesz egy mindennap jelentkező sorozat, aminek az a tematikája, hogy irodalomról beszélek és könyvekről beszélek, de nem írókkal, hanem olyan más művészeti ágban járatos emberekkel, akiket be lehet mutatni mondjuk az olvasmány élményeik által. Úgyhogy ez most nagyon izgalmas, és nagyon, nagyon kíváncsi vagyok, hogy hogyan fog alakulni. Sokat készülünk erre, ugye ma reggel is ott kezdődött a nap. De hogy azért, hogy folytassam és tovább soroljam, a napok és a hetek általában most az egyetem köré szerveződnek. Szóval, hogy azt valamiért a fejembe vettem, hogy a MOME-t elvégzem, és most szeptemberben el is kezdtem. És mindent a köré szervezek, az összes megbeszélésemet, és az összes programomat, és az összes tennivalómat, és iszonyú jó fejek a kollégáim, és a főnökeim, hogy ezt engedik. És erre ez tényleg szerintem példátlan támogatást kapok ebben. Azt tudom, hogy az rendezvényszervezés, meg a művészeteknek bizonyos ágai azért biznisznek mondhatók, meg kifizetődő, de az irodalom az... Volt olyan, amikor elolvastam egy verseskötetet, ami mondjuk nekem nagyon sokat jelentett, és nagyon megviselt, mondjuk, és sokat dolgozott bennem. Egy frissen megjelentről volt szó, szóval adott volt, hogy kell vele dolgozni, szóval be kell mutatni, vagy érdemes az aktualitása miatt és a minősége miatt meghívni egy programra. Azután nagyon-nagyon nehéz volt nekem honoráriumról alkudozni a szerzővel, de hogy ez benne van, ez az én érési folyamatom ebben a szakmában, hogy igen, aki ezt megírta és megalkotta, és ez engem nagyon-nagyon megérint, ő is egy ember, és neki az a munkája, hogy ezt odaírta, leírta, kiadatta, és ő utána abból szeretne hasznot, ami teljesen evidens, mert én meg abból élek, hogy ezt minél sikeresebben bemutassuk. Cool. Bekapcsolja a Queen Beat? Miért Queen Beat? Jézusom, hát én... Szerintem az ország... Jó, nem, tényleg vannak fanatikusok, de én gyerekkoromtól Queen Bee rajongó vagyok. Queen Bee az... Hát azért az Queen Bee. Interjúztattak, hogy megkapjam a munkát, akkor azt mondta a főnököm, hogy... Hát és hogy itt ez egy olyan hely, ez a Hadik, ahol nagyon-nagyon sok művész jár, a Kis Tibi meg ott lakik a környéken, úgyhogy ő is nagyon sokat bejár a Hadikba. Hát,
Én mondtam, hogy jó, én akkor addig szeretnék ott dolgozni, amíg meg nem ismerem a kis Tibit. Hogy 16 éves koromban is pont ugyanezt hallottam a Quimby-től, mint most. De te stabil csak pont az életünkben, nem? Csak akkor egyetértettem vele, most meg kevésbé. De hát ők erről tudnak, vagy ők ebben jók, vagy őket ez érdekli, vagy ők így tudnak kommunikálni, akkor kell, hogy mindig megújul, vagy hogy mennyire kell, hogy megújuljon, én nem tudom. Ez az általános kérdés, hogy mit gondolt a költő. Azt akarja, hogy ezt a verset, amit ő megalkotott, ezt elolvassák, értsék úgy, ahogy akarják igen. Szerintem. És ne azt feszegessük, hogy ő mit akart ebből kihozni. Szerintem, de ez nincs szerintem egy általános igazság. Próbálok úgy fogalmazni, hogy tudom, hogy ki fogják megnézni ezt. Hogy van ez a fogalom, ami teljesen rosszul van használva, az interneten ez a true arts. Az a true arts, aki azt mondja, azt csinálja, és azt mutatja, ami ő. Aha. Gyakorlatilag a legbelső állatot, ami szerintem nem szórakoztató. Kettős személyiségek. Van egy az alkotói részük, amiben csodálatosak és kiemelkedőek, és van egy emberi oldaluk is. Hogy ez egy nagyon-nagyon-nagyon-nagyon fontos munka, és egy nagyon nehéz munka. Szóval, hogy ez nem úgy történik, hogy így rágyújtanak, és megisznak három rumot, és várják az ihletet, hanem hogy itt nagyon-nagyon-nagyon sok mindent be kell tartani ahhoz, hogy ezek működjenek. És most a jó könyvekről beszélek természetesen, meg a jó kötetekről beszélek. És azt gondolom, hogy egy nagyon-nagyon fontos korrajz, amit ők tudnak csinálni. Hogy pontosan azt leképezik, ami körülöttünk van, a társadalomban, a környezetünkben, az emberi kapcsolatainkban. Persze egy önkifejezés, de hogy ez egy nagyon-nagyon pontosan struktúrált, felépített műalkotás. Neked nem kell tudnod, hogy a Barabás Zsófi 2018-ban azért használja ezt a pasztel rózsaszínt, mert annak a művészet történetben az a hagyománya, vagy hogy a Závada Peti most azért ehhez a drámához, görög drámához nyúlt vissza 2018 milyen hónap, áprilisában, amit a Trafóban bemutatok, mert, hanem csak annyit beülsz, és valami hatást kiválta belőled. Szerintem. Szóval milyen dolog abból élni, amit szeretsz? A munkámról úgy gondolkodom, hogy ez szinte nem is munka. Ez az, amit én szeretek csinálni, és amit valószínűleg akkor is csinálnék, lehet, hogy mondjuk 50%-osan, de hogy akkor is csinálnék, hogyha nem ez lenne az én munkám. Viszont ennek a nehézsége az, hogy hol van vége a munkának. Szóval, hogy mikor van az mondjuk egy nap, hogy mondjuk este 6-kor azt mondod, hogy nem nézel meg több e-mailt. A másik pedig az, hogy hétvégén nem dolgozni, az nehéz. De hogy itt meg megint, hogy mi is számít munkának. Kell magamat erre emlékeztetnem, hogy mennyire hálás lehetek annak, hogy soha egyetlen nap sem volt olyan, hogy én úgy indultam el reggel, hogy nem volt kedvem. Vagy hogy még nem volt olyan érzésem, hogy úristen, de jó lenne egy hónapra kiszakadni, abba hagyni. És szerintem ez nagyon ritka. Én ennél jobbat nem tudok kitalálni, mint amit én csinálok.